A nyíregyházi nevelésű Lekli József 4 évvel ezelőtt távozott Nyíregyházáról, majd egy kaposvári szezon követően Székesfehérvárra igazolt, ahol tagja volt a bajnoki címet szerző és kupagyőztes csapatnak, közben bekerült a válogatottba is. Az elmúlt 2 évet Zalaegerszegen töltötte a center, ahol marasztalták volna, ő azonban több ok miatt is a váltás mellett döntött. Az első a család, szinte az összes családtagunk itt él Nyíregyházán vagy a környékén, illetve én szerettem volna már elkezdeni edzősködni, mert úgy gondolom, hogy nem leszek az a játékos, aki 40 éves koráig fog tudni kosárlabdázni, és sajnos ezt a testem nem fogja engedni, és szeretném már bedolgozni magam így az edzői karrieremet elkezdeni építeni, és itt Gombkötő Norbertel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és ő mondta, hogy mindenben tud nekem segíteni. Ez volt a másodikok, a harmadikok ugye Nyíregyházán most egy változás megy végbe a kosárlabda területén, új ügyvezetés van, új vezetőkkel, ugye Ernőnek a személye is, hiszen jó edzőnek tartom, és ezek a dolgokat így, hogy összeraktam, így úgy gondoltam, hogy itt van az ideje, hogy visszatérjek, és részese legyek én is ennek az építkezésnek. Busz Iván junior bajnokként, korosztályos válogatottként távozott Paksra, ahol bajnoki bronzérmes lett, és döntőt játszhatott a Magyar Kupában. Az irányító 2 soproni és egy szombathelyi élet követően mondott igent a nyíregyházi ajánlatra. Mindig is álmom volt nekem még gyerekkoromban, hogy saját városomban, saját közegemben, ismerőseim, rokonaim előtt játszhassak. Igazából a koncepció az, hogy rövid távon 8-ba kerüljünk. Szerintem idén reális célkitűzés lehet, de úgy gondolom, hogy bravúr kategóriába tartozna. De mindenképpen 8-ra szeretnénk jutni, egy fiatal, ambiciózus magyar maggal, és pár jó idegen légióssal kiegészülve, és mindent meg fog tenni, hogy sikeres legyen a csapat, illetve a hazai mérkőzéseken remélem, hogy meg tudjuk örvendeztetni a nézőnket. A két játékos júliusban egyéni edzéseket végez, majd augusztus elején csatlakozik a felkészülést elkezdő nyíregyházi csapathoz.